Sebes Péter igazgató nyitotta meg Móri Péter és Fábrikné Király Klára fotó kiállítását. Az iskola diákjának már negyedik alkalommal nyílik lehetősége bemutatni képeit pedagógusainak és diáktársainak. Nagyon sokat jelent nekem, hogy negyedszer állíthatok ki itt, így minél több emberhez eljut az a mondani való, amit ezekkel a képekkel ki szeretnék fejezni. Így már, hogy negyedszer állítok ki, így már volt egy rangsor, így a legjobb képeket állítottam ki, így három év munkájából. És hát főleg a természetet szoktam fotózni, de mostanában próbálok minden témában képeket készíteni. Péterrel ellentétben Fábrikné Király Klára első alkalommal tárja nyilvánosság elé képeit. A fotózás számára igazi hobbit jelent. Minden családi eseményen és egyéb eseményen nagyon szeretek fotózni. Szeretem az emberek arcát megörökíteni, főleg amikor nem tudják, hogy fotózom őket. Ez nálam már egy hobbi, egyfajta levezetése az egyéb munkáimnak, kikapcsolódás. Nem régen kaptam a páromtól egy jobb gépet, és ezzel már szebb képeket tudok készíteni. Az iskolai kiállításra a tanárnő nem családi képeket választott, hanem kapcsolódva a tanítványhoz természetfotókat mutat be. Nagyon örültem, amikor Szabóné Hornyák Emőke kolléganőm felvetette az ötletet, hogy mi lenne, hogyha egy diák és egy tanár együtt állítanák ki a képeit, és egyeztettünk Péterrel, hogy milyen témákat szeretne, és én ehhez kapcsolódva válogattam ki az én rengeteg fotóm közül azt, ami a témához illeszkedik. Az állatok, a növények és egy-egy időjárással kapcsolatos kép. A fényképező mindig nálam van, mivel rengeteget kirándulunk a családdal, ezért szinte azt mondhatom, hogy mindig ott a szituáció, hogy tudok fényképezni. Amíg Fábrikné Király Klára kesztelésből készíti a fényképeket, addig Móri Péternek komolyabb tervei vannak a fotózással.